érdekes vendégek. Kérem, fogadják sok szeretettel a Lámbér János Általános Iskola tanulóinak rövid karácsonyi köszöntését. Havazik, havazik, meg sem áll tavaszik. Tán az egész világ hó alatt aluszik. Hó alatt aluszik, pilláját se nyitja. Hó alatt aluszik, kertünkben a fűzfa. Álmában barkát bont, csupa fehér bársony. Azt hiszi tavasz van, s itt van a karácsony. Itt van a karácsony, most nyílik virága, hogy csillagot bontott minden bokorága. Ünnepel a tél is, felöltözött szépen. Kincsét áll az utcán, ünnepi fehérben. Kanászokos tör a csördít az estére, teljék el az ünnep mindünk örömére. Hullongál a hó is, nagy színom bájhegben, van belőlük elég fenn a fellegekben. Karácsonyfa álmás, szépséges mennyasszony, csillagszórók gyúlnak, fényük felragyogjon. Karácsonynak fénye bennünk megmaradjon, lobogjon csak tovább, gyertyáinknak lángja. Emberi melegség köszöntse a világra. Minden egyes ilyen alkalom megerősít abban, hogy
tényleg Csetén ez egy ilyen különleges hely, mert hogy itt különleges emberek, különleges diákok laknak, és különleges képességgel meg áldott felkészítő tanáraitok is vannak, hiszen jártatok már néhány után tévés előadásban is, de tényleg minden évben sikerül egy olyan új műsort hozni számunkra, ami úgy gondolom, hogy büszkeséggel töltheti el a képviselőket, mint képviselők, illetve mint szülők, mint lakosok is egyaránt. A további munkátokhoz, illetve tanulmányaitokhoz mindenképpen sok sikert kívánunk, és bízunk benne, hogy még sokszor találkozhatunk majd itt hasonló közegben, és köszönöm a felkészítő tanároknak is a munkáikat. Jó pihenést, majd karácsonyra! Jó? Köszönöm meg! Nagy tisztelettel köszönöm minden kedves megjelentett Csetén Község Önkormányzatának 2017 évi közmeghallgatását. Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Lanziger Péter urat, az Irci rendőrös részéről, illetve a település arcolati kézikönyvünk tájékoztatóját megtartó Németh Ferenc urat. És mindenképpen külön köszöntöm a megjelent lakosokat. Azt most már rutinszerűen mondom, hogy mindig csalódott vagyok, amikor közmeghallgatást tartom, hiszen úgy gondolom, hogy a munkánkat gyakorlatilag itt lehet igazán belekérdezni, hogyha esetleg valakinek problémája van, de az elismerő szavakat is egy ilyen fórumon lehet elmondani a testület számára. Képviselőtársam Kovács Tajos úr talán mindig mondta, hogy addig jó, amíg nem jönnek, addig nincsen hiba. Gondolkozom rajta, hogy mekkorát kéne hibázni, hogy sokan legyünk. Majd lehet, hogy jövőre megoldom. Tavaly évben még azt is kiírtuk, hogy a tervezett adórendeletekről tájékoztatás az sem volt elég nagy hiba ezek szerint. Tehát ezt nehéz lesz azért überelni. Következőkben szeretném felolvasni a mai napirendi pontokat. Az elmúlt évekhez hasonlóan a polgármesteri beszámoló lesz az utolsó. Előtte van a képviselőtestület, tagok is röviden be tudnak számolni a 2017-es évben elvégzett tevékenységükről. De az önkormányzatunk működése, illetve szervezettség azért megkívánja azt is, hogy még külön a családsegítőnket is meghallgassuk, illetve az önkormányzati gazdasági társaságunknak a működéséről is halljunk egy rövid beszámolót a képviselő hölgytől, és nem utolsó sorban az óvodának a működése is mindenképpen meg kell, hogy jelenjen a mai napon. A napirendi pontjaink a következők. A Veszprém megyei rendőrfőkapitányság Zilci rendőrös beszámolója. Egy hiba van, elnézést. Jegyzőkönyvvezetőket kell most választanunk, mert a Rakovics Mátyás nem fog tudni megjelenni a mai testületi ülésen. Részben igazoltan van távol. Albert Mány sem tud jönni egészségoknél. Hávon Börzsi Fende pedig később fog érkezni. És a Mátyás helyett akkor javasolnám Skudné Valdiánát, ahol a jegyzőkönyvvezetőnek kérdezni, hogy elfogadja. Igen. Én már elfogadja, akkor ha később esetleg nem szabad kérni, készfelhallgásra jelzik. Négy igen mellett, a Kovács Tocskodnál fűsz jegyzőkönyvvezetőnek. A pirendi pontok akkor a következők lesznek. Veszprém megyei rendőrkapitányság Zilci rendőrös beszámolója, Lanzinger Péter. Második település arcolati kézikönyv tájékoztató, Németh Ferenc. Harmadik, Csetén Község Önkormányzat helyi esély jelenlőségi program. Légy szíves, kicsit meg vagyok fáradt. Negyedik, az Öldmakon nyílt non-profit Kft. 2017 évi rövid ütett beszámolója, aztán az évi beszámolót azt majd 2018 májusában fogadjuk el. És ötödikként a Körzeti Egységes Óvoda Bölcsődi beszámolója kell majd a részéről. Hatodikként az önkormányzati képviselőtestület jelenlévő tagjainak a beszámolóját hallhatjuk meg, addigra kielészülünk Barbózsa Tendrével, és hetedikként a polgármesteri beszámolót hallhatják a megjelent. Ma a nyolcadikban a kérdések a lakosság jelenlévő részéről, és akkor ezekre igyekszünk korrekt és pontos választ adni. Ezt követően pedig röviden egy zárt ülést fog tartani majd a testület. Szeretném kérdezni, hogy esetleg hozzáfűzni való vegyes ügyekben téma felvételre van-e javaslat, igen. Jó, akkor amennyiben nincs, aki elfogadja a felsorolt napirendi pontokat, azt kérem készfeltartásra jelezni. Akkor négy. Csokkal.
igazából szeretném megkérni a cigetét, azt szerintem egyszerűen, hogyha ide fáradsz mellém. Jó, nem fog fájni. Köszönjük mindenkit. Hát tekintettel arra, hogy a parancsok úr egyéb elfogadtság, egyébként ugye nem tudok megjelenni ezen a közmeghallgatáson, ezért az én feladatom már vált, hogy egy-két szót szóljak Csetén településen történt közlekedési balesetek és ugye bűncselekmények vonatkozásában. Ugye elmondanám, hogy a településen történt közlekedések bűncselekmények száma tavaly az képest jelentősen csökkent. Ugye összevetve a tavalyi év statisztikáját, ugye elmondhatnám, hát itt most egy kicsit puskázok, Csetén külterületén 2016 éve Csetén külterületén 2, Csetén belterületén 3 közlekedési baleset történt, melyek közül 2 fő súlyos és 3 fő könnyű sérülés szenvedett. Amint elmondtam, hogy ezekben a számokban az idei évben ezek a számok jelentősen csökkentek, ugyanis 2017 évben összesen 2 közlekedési balesetet regisztráltunk, és a 2 baleset közül az egyik jár csak személyi sérüléssel. Bűncselekmények vonatkozásában 2016-ban 9 alkalommal indítottunk büntető eljárást. Összevetve az idei évvel, ugye ez a szám ugye egyel csökkent, így azaz 8 büntető eljárás indult. Így elmondhatom, hogy bűncselekmények száma, ha nem is drasztikusan, de minimálisan ne csökkent. Pozitívumként jegyezném meg azt, hogy a településen a vagyon elleni bűncselekmények száma és az ittas járművezetés bűncselekmények száma csökkent. Itt elmondanám, hogy tavaly évben 2 fő ellen indult ittas vezetés bűncselekménnyel miatt ugye eljárás. Ugye az idejében ez a felére csökkent, így csak 1 főt érintett ez a cselekmény. Hát én szerintem örülök neki, annak örülnék, hogyha nulla lenne. Ugye valami előbb bűncselekmény is történt, vagy ugye nem történt. Ugye tavaly évben ehhez képest ugye 1 lopást került regisztrálásra, az idejében viszont ugye lopás, ilyen jellegű bűncselekmény ugye nem merült fel településen. Én úgy gondolom, hogy ebben a számokban történő csökkenés a lakosság jogkövető magatartása, illetve a településen történő rendőri, fokozott rendőri jelenlétnek köszönhető. Tavaly évben, ugye elkezdve és az idejében folytatva az úgynevezett MIKÖZ, Migrációs Közterületi Szolgálat adott erre lehetőséget, hogy a rendőr ugye nem csak a városban, hanem a kisebb településeken is fokozott jelen lehessen. Lényege az ennek a migrációnak, hogy a rendőr ugye 2-3 naponta ugye fokozatosan ugye visszatér a településen, és ott lát el szolgálatot. És ugye ennek köszönhetően ugye maga a rendőri jelenlét ugye emeli a közrendi, illetve a közlekedés biztonságát. Továbbiakban elmondanám, hogy nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is az ittas vezetőknek a kiszűrésére, illetve a szórakozóhelyek és annak környékének ellenőrzésére. Itt pozitívunként jegyezném meg, hogy ugye az elmúlt időszakban a szórakozó helyek ellenőrzése során ugye már jelző is ugye részt vett, jelen lett. Munkánkat nagy erőkkel segítik településeken megalakult polgárőr egyesületek. Ugye itt a Szápári Polgárőr Egyesületre beszélek. Velük a kapcsolat nagyon szoros, közös szolgálatokat látunk el. Ugye korábban ugye szó volt, hogy Csetényben is alakul polgárőr egyesület, de ugye itt a polgármester úrral korábban beszélt, hogy valami jogi hátrányok véget ugye erre nem került sor.
Én bízok benne, hogy a közeljövőbe, vagy a jövőbe, ahol tekintettel majd biztos, hogy alakulni fog egy polgárőrség, és így bízok benne, hogy szolgálataival, illetve a közös szolgálatainkkal tovább tudjuk erősíteni Csetén közbiztonságát. Hát értékelve, hogy itt az idei évet, igaz, hogy még az idei évből még hátra van egy kicsi, én eredményesnek mondhatom, és reménykedek abban, vagyis bízok abban, hogy ez az eredményesség a jövő évben is továbbra is fent tudjuk tartani. Gyakorlatilag én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönjük. Igen, ez egy érdekes eredményesség, hiszen a csökkenés mutatja az eredményt, és semmiképpen nem a növekedés. Véleményem szerint is a településen a közbiztonság az én gondolom, hogy átlagon felül, hiszen a polgárőrséget nem is sikerül megalakítanunk, de tényleg mindenki figyel a szomszédnak a vagyon tárgyaira, illetve ha bármilyen furcsaságot észlel, akkor azt jelzi. A polgárőrséggel kapcsolatban a beszámolón tartalmaz ugye egy ilyen részt, hiszen a választási programban benne volt, és idézném, amit ide írtam. Életem egyik legnagyobb kudarca és megrázkóztatása, hogy mindenki mondja kell, de senki nem akarja csinálni. Próbálkozásaink eddig kudarcba fulladtak, de köszönjük a Szápari polgárőrségnek, hogy kisegítenek minket. Tehát bármilyen nekifutunk. Először az ügyészség kaszált el minket, aztán utána az a kis csapat, aki rendelkezésre állt volna, szépen elkopott, és egyszerűen nem látom a lehetőséget annak, hogy az emberek ebbe be akarnának szállni. Próbáljuk segíteni majd a Szápari polgárőrséget, mert ahogy mondtad is, tényleg rendkívül jó az együttműködés, jó dolgoznak veletek. Ugye nekünk vannak Szápára 15. Nekünk vannak Szápára egyéb együttműködéseink, ugye óvodai szinten is, hát majd a közbiztonság szintjén is fokozottabb együttműködésre lépünk belül. A másik, hogy akár itt ez a migrációs jelenlétes lehetőség, hogy ugye megnőtt a fedezet arra, hogy többet tudjatok utazni, illetve kijönni a településre, ennek is biztos, hogy jelentős visszatartó ereje van, akár az utasvezetésnél, akár a vagyoni elleni bűncselekmények részénél is, ami mindenképpen üdvözítő. Tehát én azért örülök annak, amikor a rendőrautót rendszeresen látom a településen, hiszen az a lakosságban is bizalmat ébreszt a közbiztonság irányába, illetve a rendőrség irányába, hogy szolgálunk és védünk, hogy ezt érezzem. Illetve tényleg a rendőrség maga a rend fenntartásában tudom közlekedni könnyű. Az éjszakai nyitvatartás, illetve az, hogy ugye a Máté előtti edző úr volt ellenőrizni, szerintem azért fontos, mert maga az éjszakai nyitvatartást is ugye elkezdtük rendeletben szabályozni, és egy kicsit azért visszaabszolítottuk azt, hogy nincs már mozdó kocsma, aminek nincs is jelentőség és lehetősége egy település életében. Úgy gondolom, hogy aki bulizni akar, szórakozni akar, éjfélig legyen elég. Addig a pont be lehet annyira rúgni, hogy hazamész lefekszésekből érdemes munkát tudsz végezni. Ugye ezt próbáltuk szabályozni, eddig szerintem ezt is sikerrel. Én úgy gondolom, hogy a magam is az önkormányzat nevében a rendőrség munkáját mindenképpen megköszönjük, és ahogy eddig is a későbbiekben is bármilyen segítségre szükségetek van, jelezzétek irányokban is, partnerek leszünk. Kérdezném, hogy esetleg valakinek hozzáfűzni valója a beszámolóhoz van-e? Tanár? Többször látszik, hogy a rendőrautó járkál a faluba. A járő szolgáltat látál, most a szolgáltat ebben nyilvánul meg, hogy itt az autóval köröznek a faluba, vagy esetleg van valami fix pont is, ahol megállnak, vagy gyalogosan is gyalogosan nem teljesítünk szolgálatot, illetve elmondanám, hogy ez a migrációs szolgálat ugye arról szól, hogy nem azért jár ki ide most a rendőr, hogy mindenkit megbüntessen, mert ugye sokan félnek attól, hogy a rendőr, tehát jó, az ilyen kiemelt szabálysértésektől ugye nem tekintünk el, viszont ennek a migrációnak az a lényege, hogy egyfajta biztonságot, ugye a lakosság szempontjából egyfajta biztonságot nyújtsunk. Ugye maga a fokozott rendőri jelenléttel is ugye törekszünk arra, hogy egyfajta biztonságot teremtsünk a lakosságnak. Akkor ebben nyilván legyen, hogy kocsival járnak. Igen, autóval, gépjárművel. Ugye az a baj, hogy
Hát gyalogosan is teljesíthetünk szolgálatot, de Isten igazából annak én nem látom jelentőségét, mert ugye maga az egész település nem tudjuk gyalogba járni, kocsival meg könnyebb, ugye gyorsabb is. Hosszabb ideig tart a gyalogosan. Hosszabb ideig tart, ez így van. Ez így. Ugye reggel az önkormányzatnél ugye annyiban működik közre, hogy a gyermekeknek a biztonság és útátkelést is próbálja biztosítani. Ugye reggel 7 órától 3-8-ig a település legforgalmasabb keresztül. Ugye és lenne jó mondjuk egy polgárőrség, aki mondjuk kiváltaná ugye ezeket a gondokat, hogy mondjuk reggel mondjuk az iskola előtt, hogy ott állna egy polgárőr, és figyelne. Én úgy gondolom, hogy ennek is nagy visszatartó ereje lenne. Az nem kérdés, hogy egy polgárőrségnek létjogosultság van, a kérdés a lakossági inaktivitás megváltoztatása, hogy nem tudom, hogy mi kell ahhoz, tehát valószínűleg több bűncselekmény kell, de azt meg nem szeretnénk saját mondani. Mert ugye ez is olyan, mint a testületi ülés vagy közmeghallgatás, a baj lenne jönnének, hogyha lenne sokkal jönne a bűncselekmény, akkor lenne biztos polgárőrségünk. Ugye a kamerarendszerrel is ugye dolgoztunk, arra megvannak a terveink is, most meg is versenyeztettük őket, de pedig akkora értékű ajánlatok jöttek be, hogy várunk inkább egy BMS pályázatra, de akkor mi automatikusan ezt meg tudjuk építeni, és együttműködünk a rendőrséggel a kialakításban. Jó, kérdés esetleg még valaki részéről? Amennyiben nincs, akkor mi köszönjük, és tarts el velünk éjfélig. Elfélig leszünk. Nem szeretnék. Jó, hát Gábort akkor üdvözöljük, és akkor további. Jó. Megkívánom nektek. Jó? Igen. Most üdvözlöm. Köszönöm, és viszont kívánok. Most pedig egy... Van egy egész estés. Ez így nagyon rosszul lesz. Egy egész estét betöltő előadást is hallhatnánk, de Német Ferenc település harcolati kézikönyv tájékoztatóját igyekszik 30 percben majd belefoglalni, szerintem az nem lesz könnyű, de tekintettel a előttünk álló hosszú napi rendi pontokra kérem, hogy azért ezt majd próbáljuk tartani. Igaz, tudom, hogy súlyos kérdéseket is érintünk, hiszen a településünk megjelenése, illetve a település rendezési eszközökről is röviden szó lesz majd. A jövő héten erről még a testületi ülést is fog tartani, hiszen az itt látott anyagot majd a képviselő testület tagok még átnézik, megvitatják, és akkor jövő héten döntünk az elfogadásról. Valószínűleg azt fogjuk csinálni, hogy azért kitesszük ezt még nyilvánosan is, és a lakosság is, ahogy van eljött majd a testületi ülésre, és akkor beleszólhat. De át is adnám a szót. Igyekszem hatékony lenni, és azokra a pontokra kitérni, amelyek igazából döntési lehetőség van. Az előzményeket a korábbi ülésen elmondtam, azt nem akarom megismételni. Elkészült a kötelezően elkészítendő Cseténykőrség településképi arculati kézikönyve. Ez a kézikönyv igazából senkire nem kötelező. Ez egy tájékoztató, orientáló kézikönyv, amely megpróbálja bemutatni Csetény építészeti elemeinek a pozitív példáit. Tehát ebbe a kézikönyvben kifejezetten elő is volt írva nekünk, csak pozitív példákat hozhattunk. Egész épületekre, a település különböző részein, különböző épületrészekre, nyilászárókra, kéményekre, kerítésekre, növényzetre, utcaképekre. Én ezeket igazából csak így végigfuttatnám, mert ahogy mondom, ez nem kötelező senkire, ez az amatőröknek szól, akik érdeklődnek Csetény iránt, nem a történelme iránt, hanem az építészete iránt, illetve ha valaki építkezni szeretne, érdemes előtte átnézni, hogy miben lenne jó beilleszkedni. Ez erről szól igazából. És erre a kézikönyvre alapozva egy rendelet is készül, és ez a rendelet az, ami igazából, ami kötelező, és ami bárki bármit akar építeni, azokat a szabályokat be kell tartsa. Tehát ezért én inkább már a rendeletre szeretnék majd rátérni, ami természetesen ezen kézikönyv alapján készült, kettő összefüggésben egymással. Le kellett határolni bizonyos település részeket, ami karakterében egymástól különböző, és hát itt úgy kérték, hogy itt ófalu, újfalu, gazdasági terület, erdőterület, mezőgazdaság és mezőgazdasági területre lett ez szétválasztva. És ezekre a különböző úgynevezett karakterekre eltérő előírások
vannak a helyi településképi rendeletben. Csetély azért nem tartozik azon települések közé, amelyek kiemelt építészeti stílussal rendelkeznek. Van egy-két tényleg érték, amit az előző képeken is lehetett látni, az örökségnek is részei. Elég vegyes képet mutat a lakóépületek építészeti stílusa, és ezen stílusokon belül próbáltuk megtalálni azokat, amelyek jellemzőek és amelyek követhetők. Értelemszerűen igyekeztünk mindenhol csetényi példát keresni, és úgy néz ki, hogy találtunk is majdnem mindenhova, mert nincs értelme annak, hogy idegen településre hozzuk, bár ezt megengedi a kézikönyvet előíró rendelet, kormányrendelet, hogyha nem találunk jó példát egy településre, akkor más településre hozzunk. Ennek igazából nem láttam értelmét, mert itt nekünk csetényhez kell viszonyítanunk, az itteni lehetőségekhez, az itteni stílushoz, és hát értelemszerűen az itt élő pénztárcájához mértem, mert amikor az előző ülés volt, amikor bemutattam, hogy mit kell csinálni, akkor elhoztam egy kézikönyvet, amely a Balaton felvidék legszebb részére, a Káli-medencére készült. Értelemszerűen azt itt nem lehet számon kérni, nem is szabad, még azt megközelítő sem igazából. Különböző apró részleteket is lefotóztunk, hogy lehet színesebbé tenni akár a házszám táblákat, vagy utcatáblákat, a köztéri tájékoztató táblákat, közterületeket és egyebeket. Tehát ez ilyen képekből áll, amely régebbi épületeket is mutat, a hagyományos úgynevezett kádárkocka épületeket is, amelyek aránylag jobban néznek ki, mert azokat is ugye felújítják azért, tehát ahhoz is azért próbáltuk példákat adni és mutatni, az utcák, zöld területek, hirdetések. Tehát ebből áll igazából ez a kézikönyv, amelyen, hogyha átnézik majd még a lakosok vagy a képviselők, túl sok idő nincs rá, de két nap még igen. Két napon belül szeretném, hogyha írásban jeleznek, hogy bármi észrevételük és javaslatuk van, akár a kézikönyvvel kapcsolatban, akár a mindjárt ismertetendő rendelettel kapcsolatban. No, hát erre a kézikönyvre alapozva, vagy ehhez kapcsolódóan kellett elkészítenünk egy olyan rendeletet, amelyre semmilyen mintát nem adtak ki. Ennek nem volt előzménye. Igazából mi építészek nem is egészen értjük, hogy ezt miért kellett csinálni. Tudnilik, eddig volt egy egységes helyi építési szabályzat. A helyi építési szabályzat a szabályzási terven bemutatott különböző övezetekre, mint lakóövezet, meg intézményövezet, meg zöld terület, meg erdő, meg gazdasági terület, ilyesmi. Ezekre elvírta, hogy mit, hol, hogyan lehet csinálni, és ezekben benne voltak az építészeti arculati elemek, ezek között a tetőhajlásszög, a tetőhíjazatának az anyaga színe, a homlokzatokból leírások, a kerítésre vonatkozó előírások, zöld felületekre vonatkozó előírások, tehát minden egy helyen volt, és ebből könnyen lehetett tájékozódni. Ezt használták az építési hatóságnál is, és egyéb hatóságoknál is, az engedélyek kiadásánál. Aztán bekövetkezett egy kis probléma a mi részünkről, hogy egy csomó dolog kikerült az építési engedélyezési eljárásból, így például a legtöbb, ami mostanában épül, a lakóépület, tehát egy faluban mi épül a legtöbb? Lakóépület. A lakóépületeket kiemelték, és most afelé megy a tendencia, hogy majdnem mindenki kerül majd az engedélyből. Éppen ma reggel, amikor a lányomat vittem az iskolába, akkor a parlamenti államtitkár, a miniszterelnökségnek, akihez tartozik ez a szakterülete, jó 10 perces beszédet tartott, amiben sikerélmény volt minden az ég egyadt a világon, és olyanokat mondott, amitől nekem felállt a hajam. Ott is, ahol nincs. Igazából ugye azt hirdette, hogy milyen jó, hogy most már nem kell mindent engedélyeztetni, így például a lakóépületeket. Ezt muszáj elmondanom most, mert ehhez tartozik, az, hogy mégiscsak. Mert sokkal gyorsabb és sokkal olcsóbb lett minden. Lám, mennyivel több lakóépület épül most. Többek között ennek köszönhetően. Körülbelül ezeket a szavakat mondta. Na most, Isten igazából, ha ezt úgy leszem, megtévesztésnek is vehetnék, ezért magyarázatot kell hozzáfűzzek. Eddig ugye egy sima lakóházra, itt a faluban is, ha ilyet akart valaki csinálni, kellett egy engedélyezési tervet csináltatni, mondjuk 150 ezer forintért egy építésszel, és kellett csinálni hozzá egy rövid tartó szerkezeti leírást, 50 ezer forintért. Mondjuk durván 200-250 ezer forintból egy lakóházra, egy átlagos lakóházra, megvolt ez, amit újabban, hála Istennek, ha nem volt semmi probléma, és rendesen megcsináltam a tervet, két hét alatt meg is kapta az építési engedélyt.
Ezzel szemben most, ami sokkal olcsóbb és sokkal gyorsabb, ahogy mondta parlamenti államtitkár úr, a következő van, kétségtelenül nem kell engedélyt kérni, ezzel szemben kiviteli tervet kell készíteni. A kiviteli tervhez kell építész kiviteli terv, ami sokkal részletesebb, mint az engedélyezési terv, statikai kiviteli terv, amely megmondja a tetőszerkezet pontos méreteit, kialakítását, megmondja a vasalást, megmondja egy csomó az alapozást, mindent. Kell hozzá gépész és villamos leírás, hogy az épületben ezek hogy mit lesznek. Kell hozzá egy földmérő, aki halál pontosan GPS koordinátákkal megadja az épület koordinátáit, kitűzési vázrajzát, és kell hozzá egy költségvetés készítő, aki az épület költségvetését elkészíti. 6 szakember kell hozzá, már önmagában biztos, hogy nem olcsóbb, hanem sokkal drágább, és hát mivel nagyon komoly munkát kell végezni, nem rövidebb idő, hanem sokkal több idő. Tehát, ha ezeket nem mondta volna hozzá, akkor még egyet is értek vele, de hát ez nem így van. Az egy másik kérdés, hogy itt most nincs engedélyezési időszak, ugyan van egy 15 napja, ugyanúgy, mint az engedélyezésnek volt a 15 napja, mert ha feltöltik az építési naplóban, na hát az megint egy szakember kell, aki segít a szerencsétlen építetőnek, hogy ezt meg tudja nyitni az építési naplót, és stb. Az elektronikus építési napló rendszerében, tehát már a 7. szakember, vagy ezek közül valamelyik pluszban. Plusz szerződést kell kötni az építésztervezővel egy kötelező minimum 6-szori tervezői művezetésre, ez is külön költség, előbb 180 ezer forintot ír elő a kamara nekünk, hogy ennyit kéne kérjünk. Ezek, na mindegy, tehát nem megyek bele, tehát sokkal drágább, sokkal hosszabb idő minden. Egyetlen előnye van, az egy nagy előny egyébként, hogy aki építkezni akar, az nagyon pontosan tudja követni, hogy mit kell csinálni. Tehát ez azért követhető, bár ez is igazából szakember kell. Viszont a köműves, meg aki csinálja azt különböző szerkezeteket, lehet ellenőrizni, és ő maga is tud ugye, egy biztos hátteret maga után, mert ugye a statikai kiviteli terv is megvan, hogy nem kell annyi cement, nem kell annyi vas, tehát nem kell annyi plusz beletenni, hogy biztos, hogy megálljon az egész épület, és tényleg rendtető sokat szoktak beletenni, jóval többet, mint ami szükséges. Ott valami visszajöhet ebből az árból, ha ő nem zsigerből csinálja, amit eddig is csinálta ezt. És hát vezetni kell egy elektronikus építési naplót napról napra valakinek. Tehát meg kell bízni valakit, aki ezt az építési naplót vezeti. No, tehát van előnye, van hátránya. Egy átlagos lakóháznál ez nem kellett volna szerintem, mert eddig is nem volt semmi probléma a lakóházak építésével. Nagyobb épületeknél meg úgy is kötelező volt, amúgy is a részletes kiviteli terv eddig is. Tehát ezt helyén kell kezelni, és lassan most már minden átkerül ebbe, hogy nem kell építési engedély, mert most már a lakóházak melletti gazdasági épületekre, melléképületekre sem kell építési engedély, ugyanezzel a rendszerrel megy. Ezen házak felújítása szintén ugyanígy megy. Valamint már minden olyan épület, ami a földhivatal alaptérképen fel van tüntetve, és nem bővítjük, hanem csak felújítjuk, azokra se kell már építési engedély, hanem ez kell, amit az előbb elmondtam. Tehát ez csak azért, hogy helyre tegyük a dolgot, mert ha valaki hallott ezt a műsort, akkor megörülhet annak, hogy ez így van. Hasonlóképpen van egyébként a közműbekötésekkel, mert ott is elkezdték mondani szintén felső szinten csak, hogy micsoda sikerélmény, nem kell már fizetni a közműbekötésekért. Hurrá, lehet spórolni rajta, ez a része részben igaz is. De hozzáteszik, hogy 1,5–2 millió forintot is lehet spórolni vele. Na, ott megint föláll a hajam, ez nem igaz. Mert hát csak ez akkor lenne igaz, hogyha a teljes közmű kiépítést is ugye állná valaki helyettünk. Hanem most az van, hogy a bekötés, tehát a közmű csatornától az épületig történő bekötés az, ami részben ingyenes, tehát nem egy egyszerű dolog az sem. Ezzel azért lehet spórolni 50-60 ezer forintokat közműenként, ez kétségtelen, de nem milliókat. Bizonyos esetekben tényleg van ilyen egy-egy kirívó esetben, amikor egy vállalkozásnak nem kell fizetnie közműfejlesztési hozzájárulást, de hát ezek is olyan dolgok, amik, hát én is benne vagyok egy ilyenben, ez sem igaz ilyen tisztán, sajnos. Nekünk kellett fizetni, illetve most már nem lehet fizetni az önkormányzatnak, mert ezt kivették, hanem az államnak kéne ezt csinálni és átvenni, de még nem vette át, ezért a közműfejlesztési társulásokat most csak a magánemberek tudják megcsinálni, ami szintén nem egy olcsó dolog, mert gyakorlatilag egy céget kell létrehozni, mert a társulás egy cég, akinek van könyvelője, üzemű, stb. Isten igazából azt kell mondjam, hogy ezt is komplikáltabbá tették. De ebben is zengtek, hogy megint ez egyszerű és olcsó. No, visszatérve a mi rendeletünkre,
Ennek a rendeletnek egyetlen előnye van, és ezért mondtam el az előzményeket, elnézést, a fél órát, 5 percet túl fogom lépni, de fontosnak éreztem ezt a tájékoztatást, mert ugye kikerültek a képből a lakóépületek, mert nem engedélykötelesek. Az engedélyköteles épületeket a hatóság is tudta ellenőrizni, a szomszéd is megkapta az építési engedélyt, értesült róla. De ezzel az új rendszerrel senki nem értesül róla az ég egyet a világon. 15 nap van arra, hogy az építés felügyelet átnézze ezt a tervet, tehát leterhentek, még azt se tudják átnézni Isten igazából. Nem értesül róla az önkormányzat, nem értesül róla az építési hatóság, és nem értesül róla a szomszéd sem. Tehát elvesztettük a fonalat, fogalmunk nincs, hogy hol mi fog épülni, egyszer csak elkezd épülni valami, amiről senki nem tud. Ezzel a rendelettel vissza lehet hozni jogszerűen az önkormányzathoz, máshova nem, most itt minden csak az önkormányzathoz, azon belül a polgármesterre van testálva, hogy minden nem csak építési engedély köteles, hanem nem engedély köteles építkezés is, mindezett konzultációra ez a rendelet be tudja rendelni, és ez a polgármesternek az kötelessége, hogy ezt a konzultációt megtartsa. Hát persze a polgármesterek döntő többsége nem szakember, és ezt a rendeletet Budapesten találták ki, valószínűsítették a városokra, mert abban a gondolkodásban vannak Budapesten, hogy városokra találták ki, mert ugye most a végére ugrok a rendeletnek, aztán majd a lényegi építészeti részeket átbeszéljük gyorsan. Tehát lényege, hogy konzultálni kell minden építkezésnél. Az építkezés előtt, meg az engedélyezés előtt, meg a engedélyköteles, vagy ha nem engedélyköteles, akkor is előtte. Ez azért jó, mert a polgármester, ha más nem, és ez jogszerű, mert a litéri polgármester nóhóját átadom most szeretettel, és ezt leegyeztettem az állami főépítész irodával is, hogy ez jogszerű-e, elegendő az, ha a polgármester megmondja, hogy mi a helyi építési szabályzat rendeletszáma, mi a ennek a rendeletszáma, meg hogy hol érheti el, és fölhívja a figyelmet arra, hogy tessék ezeket átnézni és betartani. Mert hát nem szakember a polgármester. Ezzel együtt, ugye ennyi most kell a konzultáció. Igen ám, csak a konzultáció után meg kell nézni, hogy azt csinálja-e. Eddig ezt ugye az építés felügyelet csinálta, meg az elsőfokú építési hatóság, hogy megnézték, hogy az megy-e, ami megy. Hát ez most, ez a rendelet, mivel ez csak az önkormányzatra tartozik, ez nagyon lényeges dolog, hozzá kell tegyem, hogy csak azokra fog vonatkozni, akik január 1 után kezdenek bármit is építeni. Visszamenőlegesen nem érvényes, ne érje meg senki, ha mondjuk a lila tetőt nem fogja engedélyezni, legalábbis az éjjelvaslaton az a másra próbálja a rendelet. Tehát visszamenőlegesen nem érvényes, tehát hogyha valaki nem tartja meg, ellenőrizni kéne valakinek. Ki a fene tudja az önkormányzatnál ellenőrizni, hogy az történik, ez szakmai dolog, ami le van írva ebben a két rendeletben. Tehát itt kell tervet olvasni, kell több rendeletet értelmezni, nem csak ezt a kettőt, még egy csomó mást is kell, törvényeket és egyéb jogszabályokat, valakinek ellenőrizni kell, hogy azt csinálják. Na, ha mégis valaki észrevesz, hogy nem azt csinálja, mint ami ebben a rendeletben van leírva, építészeti elem, akkor egy településképi kötelezést a polgármester, annál kötelező egy főépítészt alkalmazni. Itt is van egy no-ho, a legegyszerűbb módon úgy tud alkalmazni, ha ilyen eset mégis előfordulna, ne adj Isten, hogy egy egyszerű egyedi esetre egyedi megbízással megbíz egy ilyet, és akkor ez a legegyszerűbb, legolcsóbb. Mert világos, hogy itt állandó főépítést ekkora faluban sem lehet sajnos alkalmazni, de még a jegyzőség területén sem egyet közösen. De ezt nem is mondom el. Na, hogyha megvan ez a kötelezés, amiben azért részletesen a főépítész leírja szakmailag, hogy hát ezért mit nem tartott be, és hát mit kéne, mert utána már büntetés jön, megint ellenőrzés kéne, hogy tényleg azt csinálja most, ami le volt írva, ez megint szakember kéne. Budapesten ez mind megvan, mert ugye egy polgármesternek van egy állandó főállású főépítésze, van építésügy, van építésfelügyelet, van közterületfelügyelet, vannak jogászok, jogtanácsosok, ezért mit tudom én, meg tudják tenni, mert hogy utána jön a büntetés. Ugye, mert van az utolsó passzus, ugye a településképi büntetés, hogyha semmit nem tart be, és a figyelmeztetés felhívás ellenére sem hozza jogszabályi helyzetbe ezt az egész építkezést, ami mondom, bármi lehet, nem csak épület, lehet kerítés, lehet egyéb más műtárgy, mert minden ide tartozik, akkor ugye a büntetés jön, ami 10.000 forint a minimum, és 1 millió forint a maximum. Elvileg le kéne írni azt, ha már jogszabályszerűen akarunk jogszabályt alkotni, hogy milyen cselekmény, milyen büntetési nagyságrendben van. Hát ez maga a lehetetlenség.
Tehát itt elvileg az önkormányzatra van bízva, a testület dönt abban, és a polgármester mérlegeli, hogy milyen nagyságrendű büntetést rúg ki, ami mindaddig ismételhető, ameddig a jogszerű állapotot nem hozzák helyre. Hozzáteszem, remélhetőleg egy darab büntetés se lesz soha, mert a lényeg ennek az egész rendeletnek az, és ez az egyetlen pozitívum az én szememben, ha már egy szétszették nem érthető módon, és az önkormányzatra bízták azt, amit eddig hozzájutó szakemberek csináltak, de a pozitívum az, hogy igazából megpróbálja társadalmasítani a helyi építészeti arculatot, és annak meghatározását, annak betartását, ellenőrzését. Csak mint mondtam, egy faluban erre nincs megfelelő szakember kapacitás, a jegyzőségen se, és szerintem még Zircen sem, Isten igazából. Tehát ez egy nehéz dolog, ezt hosszú évtizedek alatt érlelte ki mondjuk Németország, Olaszország, tehát Nyugat-Európa, ahol már az van, hogy igazából hogy ilyet le se kell írni, mert valaki építkezni akar, először körülnéz a környezetében, és illeszkedik hozzá automatikusan. Mert kinézik a településről, hogyha ha nem ezt csinálja. Meg komoly büntetések vannak ott is, de arra nem igen kerül sor, mert igazából ott már mindenki próbál illeszkedni. Nálunk ez még kevésbé megy, hogy illeszkedjünk, két ok miatt, mert vagy van egy kivagyiság, hogy én most egy foghíjba én egy nagyobbat akarok, meg egy más, meg egy akarok építeni, és nem illeszkedek. A másik, és ez a sajnos a legfontosabb Magyarországon, nincs annyi pénzünk, hogy megcsináljuk azt, ami szebb lenne, mert azokat igényesen, drágább anyagokból lehet csak megcsinálni. Tehát most elmondtam a végét ennek a rendeletnek. Amit viszont be kéne tartani, azok a következők, én nem is tudom, hogy nem vetítem ki, gyorsabban megyünk végig, hogyha a lényegeket mondom. Tehát az elején a 14. paragrafusig le van írva, hogy ha helyi védelemre akarunk vonni bármilyen épületet, épületrészt vagy műtárgyat, azt milyen módon lehet megtenni. Ugyanez le van írva, hogy ha ki akarunk venni ebből, azt milyen módon lehet, milyen módon kell nyilvántartani, stb. Stb. Isten igazából itt megint olyan dolog, hogy a mi falvainkban, még a leggazdagabbakban sem nagyon lehet ezt megtenni, mert ha valakit helyi védelemre hozunk, persze az ő egyetértése is kell hozzá, akkor ezzel korlátozzuk, mert előírjuk azt, elő kéne írni minden egyes helyi védelmi rendeletnél, hogy mit akarunk védeni. Védhetjük az egész épületet úgy, ahogy van, szőröstül, böröstül, védhetjük egy részét, egy homlokzatát, egy homlokzati elemét, a kéményét, akármiét van. És ennek megfelelően le kéne írni, hogy ez a védett rész, és hogyha ő bármit felújítani akar, átépíteni, ezt neki meg kell őriznie. Mondjuk van egy régi fa anyagú, hatosztású, felnyíló régi kétrétegű ablak, amik a régi parasztházakon voltak. Most csak egy példát mondok, és előírjuk, hogy azon az épületen ezek az ablakok megőrzendők. Oké, csak hát nem feltétlenül van pénze a szerencsétlen tulajdonosnak arra, hogy egy ugyanolyan ablakot csináltasson, nem olcsó pénzért, ami tényleg gyönyörű és odavaló, tehát ebben az esetben kompenzálnunk kéne. Le van írva a rendeletben az is, hogy hogyan és mit lehetne kompenzálni, de én most erre sem látok igazából lehetőséget, mert sem nem a helyi szabad pénz eszközei az önkormányzatnak nem akkorák, ugye ez csak a helyi adókból tudja megtenni, a többi az mind címkézett. Én is képviselő vagyok a valami terület településén, tehát tisztában vagyok a falvaknak a pénzügyi lehetőségével. A másik ezekből a büntetésekből, amit elmondtam, lehetne ugye a pozitív példákra fordítani, de remélhetőleg darab büntetés sem lesz, már csak azért sem, mert nem igazán állja meg a helyét semmi, biztos, hogy bíróságra megy a dolog, még ha jogos is és megvédhető is, akkor is több év, amire abból valami lenne, de nem ez a lényeg, hanem hogy egymás között megbeszéljék. Tehát ez a pozitívum a lényege, és ezért jó, ha helyben van, más kérdésének meg kell érnie, és ez hosszú idő lesz. A harmadik pedig, hogy el lehet engedni a helyi adót, részben vagy egészben, de hát mekkora a helyi adó itt? Sejtem, hogy nem egy őrült nagy összeg. Mire? Hogy? Mire? A lakóépületek. Nincs. Na, hát akkor meg különösen nagy. Tehát ebből se lehet semmit csinálni, tehát ezért én azt javaslom, és az is van benne a rendeletben, hogy magán lakóépületek most még ne legyenek benne, sajnos még azokat sem javaslom, amelyek erre életek lennének, hanem csak akkor, amikor már ezt a kompenzációra valamilyen háttér lesz. Mi jeleztük ez az építészkamarán keresztül főfelé, hogy hát ez valami központi támogatás is kéne, ha már ilyen arculatot szeretnének javítani,
De hát, mint ahogy ma is hallottam, itt a siker az fantasztikus, az egész országban elkészült már mindenhol, mind a 3200 településre. A véleményem szerint évvégig, ha egyharmadára elkészül a településeknek, akkor most nagy számot mondtam. De a másik az, hogy tényleg ledobták a gyeplőt helybe, és hát itt kéne mindezt betartani. Tehát ennyi a helyi védelemről, tehát itt a kereszteket és egyéb műtárgyakat érdemes védelmére rálátása vagy tulajdona az önkormányzatnak, illetve ha valakinek pályázathoz szüksége van, mert középületek negyedek, lehet olyan a pályázat, hogy pluszpontokat ad, ha helyi védett az épület, abban az esetben arra egy hónapos eljárással, mert ugyanígy kell két lakossági forma, egy 25 napos egyeztetés, durván egy hónap, nem nagy pénzért, ez nem olyan, mint a rendezési terv, de bármikor módosítani. Tehát akkor gyorsan egy módosítást kell csinálni arra az egy valamire, amihez szükséges. Ez az én javaslatom, ezt majd gondolják át, hogy így ez lehet. Építmények anyaghasználatáról jön a következő rész, amelyben ezek általánosak. A tetőfedő anyagok ne legyenek zöldek, kékek, sárgák, lilák és ezek árnyalatai. Tehát ki kellett zárni, hogy mik ne legyenek. Az összes többi elvileg lehet, tehát a lehetben benne vannak, hogy a pirosak és azok árnyalatai, a bordók, a szürkék, tehát amik általában a településen vannak. A zöldet szokták mondani, hogy ezt hagyjuk meg, mert Tekolában ugye a zöldet azt szokták használni. Ezt is gondolják, hogy maradjon-e a zöld, vagy kivegyem a zöldet belőle. Erre is kérek majd egy javaslatot. Aztán a homlokzati színezésnél én egy elég rövidet írtam, világos pasztelszínek legyenek, ne legyenek teljes telt színek, mert azok borzasztóan kirínak a utcaképből, a településképből, nagyon el lehet szúrni egy épületet ezekkel, majdnem egész életre, mert mikor fog ez ember átfesteni, sokba kerül. Ez is egy olyan szabály, hogy ha ezt jogszabályszerűen szeretnék megcsinálni, akkor úgynevezett RAL számokat kéne adni. Minden színnek van egy hivatalos száma, csak hát ez megint egy lehetetlenség, hogy megadni 50 RAL számot, ezt kéne csinálni, amelyeket ugye el is kéne fogadni. Tehát ezért inkább azt mondtam, hogy ha valaki elmegy egy festékboltba, és azt mondja, hogy világos pasztelszín mutassanak neki, akkor ott nagy veszély nem lehet. Azt még nem szeretném én sem megkötni, hogy itt ne lehessen különböző színű az épület, tehát hogy csak fehér, meg szürke, meg mit tudom én, hanem elvileg bármilyen lehet, csak az a lényeg, hogy ne telt színek legyenek, ha ezzel egyet értenek. És lehetnek még persze a természetes építőanyag, mert ha valaki egy téglaburkolatos házat csinál, akkor a tégla is tégla színe lehet, vagy valami faburkolat, annak meg a fa színei, illetve hát ezek is olyan finom színe. A faburkolatok, faszerkezetek, barna és zöld, szín és annak árnyalatai alkalmazhatók című, amit ide leírtam. A támfalak, ott igazából az a lényeg, hogy natúrbeton támfalak ne jelenjenek meg, ez a legborzasztóbb, főleg öntött támfalat csinál valaki, házilagosan, eldobja mindenféle anyagot még, amit talál, hogy kevesebb beton kelljen bele, ez borzasztóan néz ki, csinálhatja ebből, csak akkor minimum vakolja le, vagy burkolja le valamilyen kővel. Külterületen a kerítések azok vadvédelmi hálóból, vagy karámkerítések, rotvonatos kerítések legyenek. Aztán a következő, ami lehet vitatárgya, a település belterületén jellemzően három építmény szint építhető, ez a pince, a földszint és a tetőtér. Van itt a faluban is több épület, ami emeletes. Én azt merem javasolni, ez tehát nem a meglévőkre vonatkozik, hanem a január 1-től indulókra. És szerencsére most már a pozitív divat is afelé megy, hogy ne csináljunk emeletes házat, sőt már a tetőtérbeépítésre dívik a legtöbb helyen, amivel abszolút egyet tudok érteni, azért, mert falun élünk. A falun van egy telkünk, abban van a házunk. Ha a nappalit kinyitjuk, a konyhát kinyitjuk, és együtt tudunk működni a saját kertünkkel, akkor kitárul az épületünk, jó időben persze, de rossz időben is, mert az ablakon keresztül azért ott van a saját kertünk, tehát sokkal kellemesebb lakójövőnk van, mint hogyha föl kell menni egy emeletre vagy egy tetőtérbe, ahol ezeket nem kapjuk meg. Tetőtérben mondjuk ugye azt szokták csinálni, hogy a gyerekeknek csinálnak ugye egy plusz lakást, tehát ezek kirepülnek és ott marad. Hát az emeletes házaknál is, ahogy látom, itt az összes környező településen ez volt, meg van a döntő többségében, amik emeletesre épült, a földszinten vannak, emeleten ritkán, amíg otthon vannak a fiatalok, a tetőtér meg ott van kiépítve egyébként, de ebek 30-adjára, de általában már az emelet is. Látszik az ablakokon is, ahogy jövök, hogy láthatóan teljesen elhagyott már az a
emeleti rész. Tehát én ezt javasolnám, hogy itt a jövőben épülő épületek csak földszintes plusz tetőteresek legyenek. Aztán a tetőhajlás jellemzően 37 és 45 fok közötti legyen. Itt ugye szokták mondani, hát hadd legyen 30 fokos is. A 30 fokos az úgynevezett mediterrán tető. Hát ebben a faluban ez kevésbé jellemző. De ha nincs emelet, akkor kell nagyobb hajlász, mert hogy nem fél el a... Hát persze, ezért van a 45 fokos, ugye 37 és 45 fok közötti, akkor vagy be lehet építeni, de azt szokták mondani, mi a fenének akarunk ekkora tetőt csinálni, sokkal több cserép és anyag kell hozzá, sokkal drágább. Erre merem azt mondani, hogy nem igaz. Azért nem igaz, mert igaz, hogy kevesebb cserép kell egy laposabb tetőhöz, mert kisebb a felülete, de sokkal erősebb faanyag kell, mert az erők egész másképp működnek, és ezért a faanyagot erősebbre kell csinálni. Ezen kívül a laposabb hajlás miatt ugye nem akármilyen tetőfedő anyagot tudunk használni, hogy a szél ne nyomja vissza a cserepek között az eső, plusz még egyéb réteget be kell építeni, hogy a tetőhöz le tudjon folyni, valamint több helyen alá kell támasztanunk, hogy ez a tető megálljon. Aztán nem tudjuk utána semmire használni, mert még anyagot sem tudunk föltenni, mert nem férünk el benne, meg ha ne adj Isten, mégis be kell építeni, nem tudjuk beépíteni. Tehát nem igazán praktikus, Magyarországon nem véletlenül alakult ki ez a kicsit meredekebb hajlás, mint a mediterrán országokban, ott egész másképp működnek, ott egy földszint emeletes van, és az emeletre teszik rá ezt a nagyon lapos hajlási tetőt, és ott az időjárási viszonyok is egész másak, meg a kialakult cserepek is másak, ugye ezek a nagyon erős hullámosak vannak, amik miatt szépen le tud folyni a víz nálunk, a simább cserepek, azok síkcserepek inkább azok, amik eluralkodtak, egyébként a legolcsóbbak is, a legkönnyebb őket javítani házilagosan is. Én ezeket javaslom, de ez nincs azért ennyire itt a szabályhoz kötve. Aztán miből legyenek a héjazatok, égetett agyagcserép, vagy színben és struktúrában ahhoz hasonló kiselemes fedés. Ezt aztán később még részletezzük. Aztán, ami még lényeges, azokat sorol fel, amiben nyugodtan lehet vitatkozni, vagy ezekre reagálni majd. Ami lényeges még, láttuk itt az előbb, hogy különböző területeket határoltunk le, amely a régi falu rész. Itt azok vannak előírva, hogy itt is ugye 37-45 fokos tetőhajlásszög, de ez csak a főépületre érvényes, világos, hogy a melléképületeknél 25 és 45 fok közötti lehet, tehát amik ugye épületek mögött helyezkednek el általában. Ezek ugye alacsonyabb hajlásúak is lehetnek, mert az nincs értelme a magasabban. A homlokzat csak vakolt, festett, akár messzelt felületű lehet. Itt elképzelhető, nem tudom mennyire hívjuk, hogy tégla burkolatos, vagy valami más burkolatú, vagy fa burkolatos, azt nem nagyon láttam, hogy jellemző lenne. Esetleg beírhatjuk azt, hogy téglaburkolatos is lehet a ház, tehát a burkoló téglából persze, tehát nem az, amit nincs bevakolva. Ezért írtuk azt, hogy vakolt legyen az épület, mert általában hogy ezek téglából épülnek, de nem burkoló téglából. Tehát itt a vakolat azért igen sokat javít rajtuk. Aztán a lábazat az tégla, vagy soros rakású terméskő, vagy festett. Általában ezek vannak, tehát itt ezek megmaradnak. Hozzá kell tennem, hogy a többségében a most hatályos helyi építési szabályzatból emeltem át a legtöbb ilyen szabályt, amit itt felolvasok. Tehát eddig is ezek, vagy ehhez nagyon hasonló voltak, illetve még most is hatályos. A homlokzati színeknél itt ugyanúgy a világos pasztelszínek, vagy természetes építőanyagok, tetőfedésnél a natur, vörös, illetve piros égetett agyagcserép, valamint a cserép színéhez közel álló és struktúrájában ezekhez illeszkedő pikkelyszerű más fedőanyag. Itt a pikkelyszerűt azért hangsúlyozom ki, hogy nem ilyen nagyobb táblás lemezfedések, hanem a cserép struktúrájához hasonló. Ebben sok minden belefér egyébként, a tegola is belefér ebbe, de nem férnek bele az ilyen cserepes lemezek, meg a nagyobb táblás, panel, meg ilyesmi fedések. Ez ugye az ófalu részre, főleg lakóterületre vagy vonatkozik. Egy, amiben engedmény van, a régi szürke palafedések felülfedésére, mert akinek ugye nincs pénze arra, de tönkre megy előbb-utóbb, most ezek a palafedések mennek tönkre, ott úgynevezett felülfedést szoktak csinálni, ott nem ez a szigorú szabály érvény, de csak azokra. Tehát ott lehet csinálni ezeket a számomra elég borzasztó anyagokat, de hát tisztában vagyok vele, hogy azt tudják csak megfizetni a legtöbben, mert a tető szerkezet csak azt bírja el. Ott vannak ezek a hengeres, bitumenes lemezek, amiket ráragasztanak, szépen rá van festve a cserép utánzat, hát
az nekem ilyen butánzat, bocsánat, de hát a semminél jobb, és legalább megmenti a házat, meg a benne lakót valamennyire. Előbb-utóbb egyébként a tető szerkezet is tönkre megy, mert ugye idővel vagy a gomba, vagy a szú, vagy egyebek széteszik, tehát muszáj lesz előbb-utóbb cserélni a szerkezetet is, akkor még érdemes lesz rátenni, hogy én a sima cserepet javaslom, mert Isten igazából azt lehet a legolcsóbban megúszni, mert ahhoz kell a legkevesebb halátét és egyéb minden, és házilag javítható bármikor, főleg ilyen szörnyű időjárásokban, ami mostanában vannak, mert a vékonyabb héjazatokat a jégverés, meg egyebek, meg a szél, főleg ezeket a cserepes lemezeket, ami fémből van, a legtöbbször ezek az óriási viharok, amik manapság vannak, hát előbb-utóbb megbontják, lekapják, szétviszik. Aztán javítani is szörnyű nehéz őket, mert ugyanolyat kapni. Akkor ami lényeges, még a lakóépület szélessége az ófaluban 8 méter lehet, az utcafronti homlokzattól mért 6 méter távolságig, onnan már lehet tényleg elalakú. Ez azért fontos, hogy egy olyan utcakép ritmus maradjon meg igazából, amilyen volt is, meg van is. Ettől függetlenül 6 méteren túl már lehet sokkal szélesebb elalakú, T-alakú ház, ahol azokat a helységeket lehet rakni, amelyek ezt megkívánják, mondjuk a nappalit vagy ilyesmit. Az övezet, akkor jönnek a kerítések. Helyben kialakult anyag és formavilágú, maximum 160 cm magas kerítés lehet. Eléggé a 160, ezt kell átgondolni. Tömör kerítés csak a térségre jellemző kőből, soros rakásra vagy fából építhető, tehát lehet talán kerítés is, ha valaki ilyet akar. Egyéb faanyagú kerítés minimum 30% átköltséggel lehet és csak lazúros felületkezeléssel. Itt a szint már nem határoztuk meg. Egyéb kerítés pedig minimum 50% áttöltség és maximum 60 cm tömörlábazattal. Itt is kértük, hogy nyers betonfelület ne maradjon. Ugye a legtöbben miből csinálják a kerítés? Zsalukőből a lábazatát. De tudni kell a zsalukőről, hogy a hosszú évekig nem bírja azt, ha matúr marad. Tehát már csak az ő védelme miatt is egy cement simítása vagy egy műanyag vakolattal érdemes ezt bevakolni, mert különben szét fog fagyni. Hát ha valaki ilyet akar, akkor már csináljon zöld kerítést, akár egy hálókerítés, ami a legolcsóbb. Vannak olyan növények, ami fölfuttatható, akár télen is zöld marad, de vannak olyan, hogy gyönyörű színváltósak ősszel, tavasszal, nem drágák, és pillanatok alatt befutják a kerítést, úgyhogy nem lehet átlátni rajta. Ez mindenkinek sokkal kellemesebb, mint egy tömör betonkerítés, zsalukőből, amit be se vakolnak. De volt olyan település, ahol ezt követelték, hogy már pedig én ezt írjam bele. Maguknak is joguk van erre persze, csak én szeretném ettől óvni magukat. Ha persze a két szomszéd megegyezik abban, hogy mind a kettőnek ez szükséges, akkor szerintem a kutya nem fog ellene szólni. De hogyha az egyik már nem, a másik igen, akkor azért valami szabály kell, hogy az alapján ezt el lehessen bírálni. Megengedett szintszám itt is ugye 3. Én kiírtam, hogy erkély az utcafronton nem építhető. Az erkély az, ami a homlokzati vonaltól kifelé álló, konzolosan kiálló valami, egyszerűen nincs értelme, pluszköltség, eddig mindenhol bebizonyosodott, volt, hogy én is terveztem ilyet, most már leálltam ezzel, sikerül mindenhol lebeszélnem a megbízót, senki semmire nem használja azokat a pici erkélyeket, amiket oda tesznek. Erkély akkor jó, hogyha valami városi területen vagyunk, és valamilyen módon ki akarunk menni a lakásból, máshova nem tudunk, az utcára nem tud kimenni, és akkor is egy olyan erkély kell, ahol ki lehet ülni székkel, asztallal, növényekkel, egyebekkel, hogy valami teret kapjuk. Ez a pici erkélyeknek az égvilágon semmi értelme, hibaforrás, drága, és hát nem falura való szerintem. Ezzel is lehet vitatkozni. A homlokzat, az utcai homlokzaton antenna, klímaberendezés, kültéri egysége nem helyezhető el. Máshol igen, csak az utcai homlokzaton nem. Itt is szokták mondani, hát az antennát meg úgy kell tájolni. Hát hátra is tudja tenni, ki tudja egy másfél méteres rúdon, ugyanúgy tudja tájolni, mint az utcai homlokzaton lenne. Csak kutya nem látja. Technológiai létesítményekből az energiatermelő berendezések közül a klímaberendezés szellőző csak az épület utcai homlokzatán kívülre helyezhető el. Házi gáznyomás szabályzó az pedig csak a földre, de most úgyis úgy csinálják, hála Istennek, nem a falra, a csöveivel együtt is egy ronda fémdobozt tesznek rá. Ez eszméletlenül nézett ki a korábbi időkben. Szerencsére ez már magától megoldódik. Aztán, tehát ezek már nem érdekes előírások. A homlokzaton vagy a kerítésen legfeljebb másfél négyzetméterű cégfelirat helyezhető el, úgyhogy ez ne zavarja látványban, és nem adhat ki zajt és kápráztató mesterséges fényt. Jó.
nagyon sok. Aztán... Még mindig van. Hasonló, de akkor gyorsítok, az új falu részre, tehát ami a újabb beépítés, nagyjából ugyanezek vannak egy kicsit enyhébb előírásokkal, tehát ott már szélesebb lehet az épület, nem 8 méter, hanem 9 méter, tetőhajlásban hasonló, homlokzatban hasonló, tetőfedés anyagában itt szintén hasonló, tehát gyakorlatilag lehet ugye égetett anyagcseré, betoncseré, tegola, stb. Aztán azt nézem, hogy mi a mi különbség. Nekem nem egy javaslatom. Igen? Ezt kizárt, hogy bizonyítékig elfogadjuk, hogy ez annyi változást jelent a... Hát nem is változást, hiszen nem változtat semmit. Nem változik, ez a mostaniban is benne igen, van. Csak mostani az rossz. Most lehet változtatni rajta. Most lehet változtatni. És egy ilyen rendelet, vagy egy ilyen... hát most rendeletnek az átdolgozása viszont nagyon hosszú idő. És ezt... felelősség tudatában kell megkezni. Így van. Mi leghamarabb 20-án fogunk elő testfeküdést tartani. És a most elhangzottak alapján nekem legalább M plusz 1 magasítási javaslatom lesz. Az ugye sok lesz. Mert vannak olyan, akik most építkeznének, és küzdenek néhány problémával, ami a rendjelenlegi szabályozásunkban is benne van. És azért ezeket tényleg meg kell vizsgálni, mint itt élő is. És ugye, mint aki tényleg látja azt, hogy esetleg milyen fedezetek vannak. Amivel én biztos, hogy egyetértek, hogy a pasztel szín az ellen. Mert hogy ilyen csúnya, kimagasló, akár vörös, akár lila. A szomszéd falu 5 km hosszú, biztos sokan átmennek rajta. Van a berek, milyen berek az? Fekete berek mellett balra fönt. Mindenkinek megvan az a zöld épület? Erdész szél. Akkor szégyelje magát, ha erdész. Mert van az a szép, cükkni van jó, de Erdélyben Csomortánban az egyik sarkon van egy ilyen nagyon ronda, lila épület, és a polgármester küzd vele, hogy nem tudja átfestetni. Hát majd akkor itt meg lesz a lehetőség, hogy látom, hogy jó forintonként az átfestetésre. Ugye csak egy újnál, hogyha véletlenül elmaradt az egyeztetés. Mindenképpen ezt a rendeletet nekünk, úgy gondolom, hogy valamennyi képviselőtársamnak átozik, át kell olvasni, a javaslatokat meg kell tenni, és közösen dönteni kell. Módosításáról, illetve az, ami csetély számára elfogadható, a lakosság számára elfogadható. Gondolom, még nagyon sok van ezzel kapcsolatban hátra. Ha nem sértőd meg, nekem az nem javaslatom, hogy akkor mi ezt megtartjuk majd ezt a testületülést. A munka az mindenképpen jó, hogy elkészült, hiszen ez egy kötelező munkavezeti feladat volt, amit az állam ránk tagsát. Biztos, hogy a jogalkotó határidőmódosítás fog kezdeményezni, hiszen ahogy te is mondtad, ez egész csak sikerpropaganda elfogadható, a siker az pedig a 100%, és ez nem fog elkészülni 100%-ra határidőre, azért a határidő előtti este fog jönni egy kormánymódosítás határozat, és kitolják fél évvel, utána viszont azt már nem lehet eltolni, hogy akkora büntetnek. Tehát erre azért még lesz idő, de mi igyekszünk a 2017-es évben ezt végigvinni és elszámolni is, hiszen az erre vonatkozó forrást az állam a feladat együtt biztosította az önkormányzat számára. Tehát mielőtt valaki kitalálja, hogy a polgármester reggel fölkelt és kérte azt, hogy üdítsük meg az egész faluépítési szabályzatát, az rosszul véli. Tehát valaki más kelt fel a reggel, és valószínűleg nagyon hatalma volt erre. Ez neked teljesen elfogadható. Csak neked kiegészítettem azzal, hogy nincs is probléma tudni elszámolni, csak a takkal kell. A rendelettel nem. Tehát ha a tagot tudjátok fogadni, azt le tudják fogadni, van egy határozat száma, azzal kell csak elszámolni, és azt kell csak lejelenteni, a rendeletet érdekes módon nem. Hát innen kezdve, ha a legközelebb ülésen, ami holnap után, vagy nem tudom mikor, az elfogadásra kerül, vagy 20-án teljesen mindegy, én mi a teljesítési igazolás számát hozunk, mert meg kell számolni be, és 20-án aztán leáll a rendszer, tehát addig mi ezt nem tudjuk, hogy el lehessen számolni, és utána nyugodtan lehet még, hogy polgármester az út, ez egy nagyon józan, én abszolút el tudom fogadni, mert csak olyan rendeletet szabad csinálni, amit be is tudnak tartatni, és mivel itt a helyieknek kell betartatniuk, tehát ezért fontos, hogy olyan legyen, ami nekem ez csak a helyiek önkormányzati szintről egy valami, ami így fontos, hogy remélem mindenhol, akkor visszakerül hozzá, hogy döntési lehetőség van benne, és valójában lesz is. És a betartatása is. Igen. Mi a helyzet a műanyag? Ahhoz nincs közünk. Az nagy hiba. Az az állami. Mert ugye a kastély, igen, az önkormányzat tulajdonában van,
felújítás előtt áll, és egy műemlékvédelmi közbenjárás jelentősen megdágíthatja az amúgy sem olcsó felújítási költségeinket. Azért az előnyös lett volna, hogyha esetleg ott mi hát mindenképpen a régi dolgok megőrzése mellett, de saját hatáskörben is hozhatunk néhány döntést. Ezt nem tudjuk megtenni sajnos. Szerintem nem célunk egy rossz épületet létrehozni, de mondjuk néhány műemlékvédelmi elvárástól biztos el tudtam volna tekinteni, de akkor erre sajnos nem lesz lehetőségünk. Mert az engedélyköteles, és azt pedig ráadásul a járási hivatal örökségvédelmi, építési és örökségvédelmi. Én csak az indoklatlan költségtúllépés, ami engem zavar, hiszen egyértelmű a műemlékvédelmi szabályozások miatt a költségünk az szerintem alapból 30%-kal magasabb, mint a műemlékvédelmi. Igen. Jó, oké, rendben. Akkor a TAKK-ot az biztos, hogy jövő héten szerdán megfogadjuk a rendeletnek, meg nekiesünk, és akkor lehet, hogy ma javában hozzuk meg ezt a rendeletet. Jó? Kérdés van esetleg? Szerintem, hogy mindenki sokkot kap. Na, felállt a hajó. Ugye, német Ferenc úr, ami azért 2013, vagy 14 év elején találkoztunk először, amikor az előző ciklus végén, ugye Csepén az ilyen Guinness Recorder volt a település rendezési terve elfogadásának időtartamában, hiszen úgy foglott el egyet, hogy azt együtt módosításra javasoltak, hogy itt a világ béke meg legyen a faluban. De az a rendezési terv módosítás azért a végén csak elkészült és megvolt, azt már egyszer idén már módosítottuk, egy hónap lefordítás alatt a Hovannuf építkezés miatt, és ott is kijött, hogy alapvetően teljesen rossz volt az építési szabályzatunk, hiszen a Hovannuf esetében a GIPE 3-as besorolás volt azt hiszem az a terület, a meghatározás 5 méternél magasabb épület nem lehetett volna, és nem lehetett volna 9 méternél szélesebb. Na most ugye a Hovannuf az pont 1800 négyzetméter, a matek az meg mindenkinek, az egy 200 négyzetméteres épület, tehát épület volna, ugye ezeket kellett már módosítanunk, és pont azért gondolom azt, hogy ezt tényleg érzomban át kell gondolni, és úgy kell most meghozni az új szabályozást, hogy az hát egy 5 évig nem muszáj lenyújjunk hozzá, illetve azért látunk úgy előre, hogy mi az, ami fejlesztési tervben lehet az önkormányzatnak, esetleg egy utcanyítással kapcsolatban is, és ott mondjuk már milyen építési lehetőséget engedünk már meg a beköltözőknek, hogy ott is egy egységes kép alakuljon ki, amit én a magam részéről biztos, hogy nem tudok elfogadni ez a 37,5, mert szerintem az megint azt a lehetőséget adja, hogy hosszú legyen az épület, és nem tud széles lenni. Tehát sajnos be kell engedni a mediterrán típusú építkezést, csak majd esetleg meghatározzuk azt, hogy mely település részhez, hogy ott egy egységes részt legyen. Tehát ilyen javaslatunk nekem majd lesz. Testet meg elmondja, hogy ebben támogat-e vagy nem. Majd meglátjuk, hogy akkor a gyakorlat lesz. Én megköszönném a munkát, mert azért elkészültünk határidőre. Mindenkinek lehetetlen feladat volna, teljesen. Csetén minden szokása lehetetlen feladatokat is időben teljesíteni. És akkor a kellemes ünnepeket már Pavlovi évet kívánni. Kérdezném a jelenlévőket, hogy a következő pontok azok szerintem sokkal gyorsabbak lesznek, ha kívánni a szünetet tartani. Jó, akkor túl. Akkor én köszönöm további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. És akkor várunk majd az észrevételeket, ezzel átdolgozunk. Amilyen gyorsan tudjuk. Oké, oké. Köszönjük. Helyi esélyegységi program intézkedési tervben foglaltak megvalósulásának vizsgálata. Ugye László ellátja a településünkön a gyermekvédelmi és családsegítő szolgáltást is, és ezen feladatnak egy része gyakorlatilag ennek a helynek az elkészítése, amivel foglalkozott. Hát én arra kérnélek, hogy ezt tudjuk viszonylag ezt is követessük. Semmiképpen ne ilyen sokáig. Tényleg csak lényeget törően a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban szeretnék egy rövid kis tájékoztatót adni, amit HEP-nek fogok rövidíteni a nyelvem egészsége ügyében, hogy ez nem probléma. Szóval igazából a mai alkalom gyakorlatilag magának a programnak az első fóruma, én legalábbis szeretném annak nevezni. Általában véve így a HEP-el kapcsolatban, hogy az első HEP az 2013-ban készült el, 5 évre készült maga a terv. 2 kötelező felülvizsgálata volt, ami ugye meg is történt. Az egyik az 2016 februárjában került rögzítésre a rendszerben, másik pedig 2017 februárjában.
Mindkét alkalommal a testület változatlan formában jóvá hagytam, tehát gyakorlati változás nem történt benne. Ami azért fontos, mert hogy ezek szerint több probléma az időközben elméletben ugye nem lépett fel. Én november végétől fogva vagyok hivatalosan a TEP-nek a referense csetében, illetve Szápáron is. Volt egy 3x10 órás képzésünk ezzel kapcsolatban, ahol azért minimális támpontokat kaptunk a 2018-ban elkészítendő HEP-el kapcsolatban. A 2013-asnak megjelentettem itt a fő pontjait, gyakorlatilag kicsit tovább ugorva. Ezeket a célcsoportokat, illetve beavatkozási területeket kell végigvenni a 18-as HEP-el kapcsolatban is, és ez volt a dolgja a 2013-asnak is. Ugye itt az öt célcsoport, a mély szegénységben élők, illetve romák, nők, gyermekek, idősek, illetve fogyatékkal élők, és ugye minden célcsoporttal kapcsolatban az oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, illetve egészségügyi és szociális helyzet, amit vizsgáltunk, illetve hát vizsgált az akkori HEP referens, és ezzel kapcsolatban kerültek elő ezek a problémák, és kerültek végül is bele a HEP-nek az intézkedési tervébe. Ezek, amennyi ideje én itt vagyok csetében, itt tevékenykedem, azért részben teljesülnek, illetve megoldási javaslatok is előkerültek velük kapcsolatban. Úgy, mint ahogy az iskolás és óvodáskorú gyermekeknek a hasznos időeltöltése gyakorlatilag, ugye a településen elég sok szabadidős program is rendelkezésre áll, illetve hát a részmunkaidő, gyerzsgyel utáni elhelyezkedés is most esélyes, hogy azért abban nagyon nagy segítséget kapnak a helyi családok is. Nyilván ez csak egy támpont volna a 2018-as HEP elkészítéséhez. Ugye azt kellene majd megvizsgálni, hogy a 13-as állapotokhoz képest mennyire megoldottak ezek a problémák, jelentenek el továbbiakban egyáltalán problémát, illetve hogy milyen kiegészítések vagy javaslatok. Ami fontos tudni, hogy 2018 nyarán lesz majd esedékes, hogy elkészüljön az új esélyegyenlőségi program, aminek szerves részét kell, hogy képezze az esélyegyenlőségi fórum, mint olyan, ami én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség lesz arra, hogy a településen élőket képviselő szervezetek, intézmények képviselői, vagy akár maguk gyakorlatilag a településen élők, azok el tudják mondani a problémáikat. A jövő évben szeretnék legalább kettő ilyen fórumot szervezni, és minél több ember gyakorlatilag becsábítani rá, mert hogy az esélyegyenlőségi program nem csak azért fontos, mert hogy a lényeges adatokat a településről tartalmazza, hanem azért is, mert az esetleges pályázatok elbírálásánál figyelembe veszik a programnak a meglétét, illetve hogy mennyiben van összhangban a pályázatnak a célkitűzése a programban megjelölt célokkal. És nekünk azt a tájékoztatást adták, hogy a 18-as évtől fogva ezt még hatványozottabban is fogják nézni, ellenőrizni. Másrészt pedig nyilván a HEP, mint olyan alapfelépítésében tartalmazni fogja a településre vonatkozó statisztikai adatokat, amit például egy bejelentésnél már akkor nem kell külön kidolgozni, hanem gyakorlatilag át lehet emelni, erre van lehetőség. Remélem, hogy a 18-as HEP előtti két fórumon majd a problémáknak a meghatározásánál, illetve az intézkedési tervnek az elkészítésénél fogunk tudni esetleg akár munkacsoportokat is létrehozni egy-egy problémának a megoldására. Nyilván ez nem egy kötelező dolog, viszont ha van olyan, aki egy konkrét problémával, vagy a problémának a megoldására tud megfelelő időt, meg energiát fordítani, akkor hatékonyabban lehetne majd összeilleszteni a 2018-as programot. Még egyszer visszarohannék ide a 13-as intézkedésekhez.
Nyilván majd témánként fel fogom keresni ugyanazt a településen illetékes intézményeket, egyesületeket is, hogy esetleg még ezek mennyire szükséges vagy jelenlévő problémák, illetve hogy milyen plusz nehézségek vannak, amiket érdemes volna ebbe beépíteni. De ez nem egy kőbevésett dolog. Én annak örülnék a legjobban, hogyha nyilván minél több olyan intézkedést tudnánk ebbe beilleszteni, ami a településnek az érdekét szolgálhatja majd. Nyilván én minden javaslatra vagy elképzelésre nyitott vagyok. Ezt majd úgy fogom elkészíteni 2018 nyaráig, hogy az tényleg úgy nézzen ki, és úgy mutassa a településnek a jövőbeli elképzeléseit, ahogy kell. A 18-as is 5 évre fog elkészíteni, egy 5 éves ciklus fog ez is betakarni, azon belül szintén szükséges lesz majd 2 felülvizsgálat, és hát én azt remélem, az a célom, hogy a felülvizsgálatok folyamán majd folyamatosan tudjuk majd leírni, hogy esetlegesen azok az intézkedési pontok, amiket 18-ban leírtunk, azok megvalósultak, és remélhetőleg 2023-ban már minimális, vagy talán lehetőleg legkevesebb lesz jelen. Én ennyit szerettem volna elmondani a Herkül így első körben. Nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata ezzel kapcsolatban. Ennyi idő után nem kell elmúlt 8 érezni. De hogy ez a sok feladat, ez az új kormányzatnak az agymenés, ezek meg voltak mindig, csak nem kell, nem foglalkoztunk. Már hogy ez itt leírt, ez a hely. Mondjuk kronológiailag mikor indult be? 91-ben? Nem, ez 13. Ez 2013-ban lesz az első jogszabályhozva ráhozták, egészíteni minden önkormányzatnak kötelezően. Tehát ugye forrást elvonnak mindig, feladatot adnak pluszba, hogy talán a vállalatunkban lenne kösülhetünk be, hanem ott kell dolgozni, könnyebbül felejteni. Azért az mindenképpen jó, meg elismerésre méltó, hogy ugye látjuk azt, hogy 7. hó 11-kel elfogadni valójában erről határozatot adni kell hozunk, és előre mutató, most ezzel foglalkozunk. Ugye mondjuk nekünk a HEP-ünk ugye az már egyszer elkészült, mert 2014-ben, vagy most tudom, amikor még a 30-et Tamara, meg a Mugner József együttműködésének eredményeképpen készült az első HEP-ünk, akkor a Tamara itt volt a nyáron. Gyakorlatilag ugye aztán végzett a főiskolán, és akkor kellett ilyen gyakorlatot végezni, a diplomokát, itt nem emlékszem, és akkor ő azért ezt tudja az alapjait összedobta, te pedig frissítetted, nem megfoglalkoztál ezzel. Tehát van egy alap, amivel mindenképpen tudunk dolgozni, és van rá időnk, hogy ismét egy jó anyagot rakjuk össze. Az tény, hogy a HEP-eknek igenis van jelentősége a pályázatoknál, hiszen pluszpontokat kaptunk érte, és mondjuk érdekes, hogyha 100 pontos pályázatnál adnak 2 pontot, ugye akkor mindenki azt mondja, hogy elenyésző. Csak amikor adnak 2 pontot, vagy 5 pontot adnak arra, hogy esetleg alkalmazzál hátrányos helyzetű embereket, vagy bármi is nincs a falban, vagy vegyél fel még eseményistva, vagy bármi ilyesmi probléma, akkor azt viszont nagyon nehéz megoldani, mert az egy pótolhatatlan feladat jelenfor, mert nincs. És inkább kell egy jó HEP, meg kellnek jó szabályzatok, amikkel ezeket a pluszpontokat be tudjuk zsebelni. Mert hogy egy pályázatnál, ha 100%-a maximum, akkor mondjuk 90 a belépő, vagy 92, tehát nem nagyon van hibázási lehetőség, hogy mindent teljesítünk kell. Jó, én köszönöm ezt a tájékoztatót, és akkor azért március végére április testetülésre jól belátunk. Persze. Utána még átdolgozva tettem kétszer. Jó, köszönöm. Claudia, az éves beszámolójával készülünk, magában foglalja meg a település üzemeltetést is, illetve hogy a középkeztetés, gyermekétkeztetés, szociálkeztetési feladatok ellátását is. Ugye 14 év végén hoztuk létre a vállalkozást, akkor kicsit félve döntöttünk róla, de végül meghoztuk ezt a döntést, ami azért az elmúlt 3 évben úgy tűnik, hogy mindenképpen megérte, hiszen a bemutató során is láthatjuk azt, hogy egy gazdasági társaságnak olyan lehetőségei vannak pályázati forrásokra, ami mondjuk egy önkormányzat.
látszatnak semmiképpen nincsenek itt, főleg a foglalkoztatási támogatásra gondolni az esetben, de nem rabolni tovább a szót rá, a lehetőséget. Tevékenységét két részre osztottam, a település üzemeltetés és a főzőkonyha üzemeltetés részére. A település üzemeltetés részben két fő alkalmazott dolgozik. Nekik általános feladataik az utak, járdák, sikosságmentesítése, fűnyírás, ágok takarítása, a rendezvények lebonyolításában való részvétel, az óvodás gyermekek szállítása, forgalomirányítása a központban, amikor az iskolás gyermekek érkeznek reggel, az önkormányzat épületeinek a fűtésének a felügyelete, karbantartása, illetve az épületek karbantartása. Ezen kívül egyéb feladatok még voltak ebben az évben, még a virágos ládák elkészítése és kihelyezése, a kastély nagytermének felújítása, a kövesdi és az óvodai játszótéri játékok lefestése, az orvoslakás előtti busz megálló felújítása, illetve kialakítása, a technikakert beültetése, a trianoni kettős keresztet felújították és kihelyezésre került a kastélyparkban, illetve a székek lefestése és újrahúzatolása, így karácsony előtt a betlehemek elkészítése és a karácsonyi fények felszerelése. A főzőkonyha üzemeltetése 2017. január 1-től került a zöld lakony kezébe. Itt 6 fő alkalmazott dolgozik, és 3 fő után pedig állami támogatást veszünk igényben. Hát itt az ellátottak köre, hogy valójában kiknek is főzünk, ahol vannak szociális étkezők, óvodás gyermekek, iskolások, vendégétkezők és alkalmazottak. Hát ebben a táblázatban próbáltam összefoglalni így a mutatószámokat, januártól novemberig. És akkor hát a második sorban igen a napi átlag adagok száma. Hát ez ugye úgy látszik, hogy néha magasabb, néha kevésbé. Itt közre játszik ugye az iskolai szünetek, óvodai szünetek, befolyásolják. És akkor ebben pedig ábrázoltam a vendégebédek napi átlagát. Itt az augusztus hónapra szeretnék kitérni, ami elég kiugróan magas. Ez annak köszönhető, hogy augusztus hónapban volt egy perzsatáborunk, ahol 60 fő étkezett, illetve egy karatatábor, ahol 77-en voltak, és egész hónapban bakonynálának főztünk, ami 48 adag volt átlagosan. Aztán a szociális étkezők. Itt ugye látszik, hogy tavasztal volt egy elég jelentős csökkenés. Ez igazából annak tudható be, hogy elég sokan meghaltak a településen, vagy elkerültek a településről. És akkor egyéb rendezvényeken, programokon való részvétel. Volt az óvoda 45 éves évfordulója, amire hidegtálakat készítettünk, a gyermeknap. Részt vettünk a falunapi főzőversenyen. Szülinapi napra készítettünk gulyáslevest, az idősek napjára főztünk, és jövő héten pedig halászlevet lehet rendelni. És akkor itt összefoglaltam, hogy a zöld lakonynak milyen szolgáltatásai vannak, amit bárki igénybe vehet a településen. Ez a fűnyírás, fakivágás, étkészletek vehetők bérbe, ugye az ételkészítés és kiszállítás. Hát igazából így röviden ennyi. Van egy kérdés valakinek? Én mondani. Az elejét ezt mindenképpen kiegészíteném azzal, hogy az a rengeteg feladat, ami felsorolásra került, az akkor tudna elvégezni két ember, hogyha Csáknovisz 1 és Csáknovisz 2 lennél. De az a csetének nincs két Csáknovisza.
van két fő, aki tényleg aktívan részt vesz a település üzemeltetésében, de rajtuk kívül még az önkormányzattól két ember segíti a munkájukat, illetve a közfoglalkoztatásban résztvevők is jelentős hát értéketteletlenek. Tehát azért ezt nyugodtan lehet mondani, hogy hogy nálunk a közfoglalkoztatott is értéket tud teremteni. Ami mondjuk a két fő alkalmazottnak köszönhető, ugye itt a főleg Emilnek, Barnak, illetve az önkormányzati részről is továcsinak, hogy megtaláltuk a közfoglalkoztatásban szereplőknél azt a részt, amit ők ténylegesen jól el tudnak végezni, és eredményt tudnak előállítani. Ugye ilyenek a padjaink, a világos ládáink, de ha azt nézzük, hogy a fűnyírás is már jól megy, igaz, valaki minden évben újra tanulja, de talán egy rövidebb idő megtanulni a fűnyírást. Ezzel gyakorlatilag mi jelentős tételt meg is takarítunk. 2018-ban különben a zöld napon fogja írni a füvet a Szálkár településen is, erre kaptunk már felkérést, az eltet kiküldtük, elfogadják. Tehát ez is mindenképpen jó. De tényleg ki kell emelni a közfoglalkoztatást, hogy nekünk ők nagyon nagy segítségükre vannak. Arra mondjuk törekszünk, hogy aki a közfoglalkoztatásban van, őt a munkavilágába vissza tudjuk illeszteni, ugye erre is voltak már pozitív példák az elmúlt két évben. Ezt szeretnénk továbbra is előtetni, hiszen az államnak nem cél a közfoglalkoztatásban tartás, hanem inkább a munkavilágába való visszaszoktatás. Az idejében azt hiszem, hogy csökkent is a közfoglalkoztatotti létszám után 2-3 fővel, de ugye ezeket, azokat a kollégákat vissza is tudtok helyezni a munkavilágába. Ami még fontos, de bízom benne, hogy feltűnt mindenkinek, hogy az önkormányzati gazdasági társaság nem, ugye, már nem egy államszervezet. Ugye az állam is próbál szolgáltatni a piac fele, illetve az állampolgárok fele, de az államnál vannak szabadságok, ahogy bárhol máshol vannak szabadságok, de egy gazdasági társaságnál, aki szolgáltat, ott nincs olyan szabadság. Hiszen azért van augusztusban nagy adagi étel megrendelésünk, mert hogy egyéb konyhák leállnak. Ugye ilyen Dudar is leáll, Bakonynána is, gyakorlatilag azt mondják, hogy elmegyünk hosszú szabadságra. És akkor mit teszik az ember? Ugye? Tehát most azért két hétig nem, nincs, hogy nem tudjuk tenni, de nekünk a lakosságot, a szocétkezőket, közétkezőket, de akár a gyermeket el kell látnunk étellel. Ha megvan hozzá az infrastruktúránk, akkor nekünk úgy kell kialakítani a szabadságtervet, hogy mindig legyen, aki dolgozza. Tehát, hogyha egyszerre megy el mindenki szabira, az olyan veszteséget jelentene számunkra, amit nem tudnánk kieverni. Tehát ez az irány mindenképpen jó és követendő. És ezt köszönjük is nektek szerintem, hiszen a település üzemeltetését ezen gazdasági társaságon keresztül jól elvégzitek. És ami még ugyanúgy megemlítendő, hogy ugye azzal, hogy átalakult a konyhánk, hogy gépeket veszünk, viszont egy kicsit. Gyakorlatilag rengeteg minősítésünknek is, ugye HACCP, talán most már meg lesz. Folyamatban van ennek az újbóli megkapása, hiszen ezt évente meg kell újítani, mindig jönnek ellenőrök, folyamatos rágcsávolításokat kell tartani. De nagyon nagy a tisztaság is a konyhán, illetve az óvodában is, ami mindenképpen példás. Persze vannak olyan állami szabályozások, amit nem tudom, hogy mi alapján döntik, hogy mi kettes és mi ötös, lehet, hogy a fordítottan aranyosan döntenek, nem tudom, mert volt egy olyan minősítésünk, ami számomra botrányos, és semmiképpen nem tükrözte a valós állapotot, hogy a konyhám kettes osztályzatot kaptunk a névéktől. De a felújított konyhánk előtti konyha az ötös kapott. Tehát azért ezt úgy mindenki gondolja, mert végül mi alapján történik az osztás, ugye a jegyek kiadása. Valószínűleg nem objektív értékítélet alapján történt, hanem inkább szubjektív volt, de nem vitatkozunk, mert nem egyest kaptunk. Tehát nem mondták, hogy gyere vissza még egyszer, mert nem szívesen jön be a kettest. De ugye ezeknek a szabályoknak is mindenképpen meg kell felelni, és erre is törekszünk. Ahogy ugyanúgy a közfoglalkoztatásban a barnék, ugye ott is az embereknek a munkaidőbe tartatása, vagy a munkaképes állapotban történő megjelenésére is hangsúlyt fektetünk. De ha a Gabiron érzek és az egészségügyi eszembe, akkor rendszeresen megvan a szükséges egészségügyi szűrések is a munkatársainknál. Mert összesen azért kb. 50 ember, akit úgy már mozgat az önkormányzat a település szintén.
ha jól emlékszem. Óvodőnkkel mindenkivel együtt áll, és ugye ebben nincsen benne az iskola. Viszont nagy létszámot mozgatunk, és eddig mondhatom azt, hogy hibamentesen. Hát bízunk benne, hogy a 2018 is majd jól alakul, tudtok még esetleg egy kicsit meg spórolni, mert az úgy sose baj, és tudjuk még tovább fejleszteni a konyhának az infrastruktúráját, hiszen a település üzemeltetést ellátó kollégák infrastruktúra fejlesztésével nem lesz gond, mivel a pályázataink tele vannak gépekkel, meg traktorokkal, csak ugye azért nem veszük még meg, mert nincs hol állni bele. Tehát mi a szabad éjjelök alatt álljon, hogy először építsünk két nagy galást, és akkor majd utána már meg tudunk állni, hogy a megvett anyagi javaknak az értékállóság az hosszú távon jó legyen. Jó, én köszönném. Semmiképpen nem menjetek haza, amik az önbakony képviseletében vannak itt, hiszen a többiek is érdekes információkat mondanak, és ezáltal is tudjátok majd segíteni a mi dolgunkat, a település, hogy hiteles információkat tudtok átadni a kérdező lakosság számára. Igen? Én egyről szeretnék említeni, hogy HACCP-je van a konyhának, jelen pillanatban is érvényes is. Mi kértük a felülvizsgálatát. Csak mert ez a hétfői értekezleten is éppen azt hiszem, hogy... Jövő héten is téma. Minden hétfőn téma, csak nem a hátvégül működünk, vagy működik a konyha, hanem a felülvizsgálatát egy jobb ér, mi kértük. A konyha. És az új nincs még meg. Így. Csak mindig teszünk magunk elé minőségi követelmény javulásokat, küzdünk saját magunkra, hogy megvalósulni. Jó, de Karolia azt ígért, hogy karácsonyra a falat lesz az új minőségés. Jó, köszönöm szépen.